Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Cserfalvi Karesz vagyok, és Szalóki Boldizsárral itt vagyunk 2023. június 23-án, ez pedig itt a Belemenés a Handball Expert csapatának a podcastja. Üdvözöllek! Így egy héttel a Sziasztok, és Final Four. téged is üdvözöllek! Köszönjük szépen! Egy héttel vagyunk ugye a férfi Final Four után, és ezt a műsort, ezt alapvetően ennek az eseménynek szeretnénk szentelni. Rögtön bele is vágnék, és azt a kérdést szegezném neked, hogy meglepetése még a meglepetés a Final Four-okban, ugyanis 2023-ban azok után, hogy korábban némi vagy még nagyobb meglepetésre győzött ugye ebben a kölni Final Four lebonyolításban a BL4-es döntőjében, többek közt a Hamburg, a Flensburg, a Montpellier. Idén szerintem mondhatjuk, hogy meglepetésre győzött a Magdeburg csapata. Legyőzték ugyebár az elődöntőben a nagy esélyesnek kikiáltott Barcelonát 7 méteresekkel, majd a döntőben a másik nagy esélyesnek tartott Kielcét is legyőzték hosszabbítás után. Hogyan láttad te a Final Four-t, hogyan láttad a felvezetést, hogyan gondoltad az esélyeket, és ehhez képest nézzük majd meg a meccseket, és kezdjünk szerintem az elődöntőkkel talán. De először, hogy milyen elvárásaid voltak a Final Four-ral kapcsolatban? Igazából magával a Final Four-ral kapcsolatban a sorsolás előtt és a sorsolás után teljesen más előképzeteim voltak. Engem, vagyis hát nekem az nagyon nagy hát érvágásként ért, hogy a Magdeburg megkapta rögtön a Barszát. Ezzel nálam jelentősen lecsökkentek az esélyeik. Még akkor is, hogyha ugyebár, ahogy említetted, azért Kölnben gyakran előfordul az, hogy az esélytelennek kikiáltott csapatok hát szányra kapnak a Lanxess arénában. És azért szerintem ez most is így történt. Annak ellenére mondom ezt, hogy a Magdeburg ugye ezelőtt, az elődöntő előtt két tét meccsen is legyőzte a Barszát, mindkétszer a Super Globon. Így van. Úgyhogy, és ráadásul ugye ott döntő szituációkban, tehát nem egy-egy hogy is mondjam, ilyen sörmeccsen, hanem döntő szituációkban győzték le a Barszát, és ez megint bekövetkezett, igaz, hogy ugye hetesek kellettek hozzá, de megint megvolt. A Kielcét igazából nem tudtam hova tenni, ugye ez a sok egymásnak némileg ellen, vagy néha ellentmondó hírekkel, hogy megszűnnek, van szponzor, nincs szponzor, ki a szponzor, tehát ez így kicsit azért bizonytalanná tett. Illetve a Párizs nekem olyan így a négy közül a leginkább ilyen semleges volt tulajdonképpen. Igazából a Párizstól azt vártam volna, és ezt már mondhatom így feltételes módban sajnos, hogy már az elődöntőben kicsit nagyobb szerepet kap Máté Dominik. Ez sajnos nem történt meg, csak a bronz meccsen. De ez volt az előképzet, ez volt az előképzetem igazából erről a Final Four-ról. Tehát én egy Barca-Kielce döntőt vártam alapvetően, ami részben be is jött ugye a Kielcével, de azért annak így előre bocsátom, örültem, hogy a Magdeburgból kijött ez, ami kijött végül. Ezzel a közvetítést hallva azért nem voltál egyedül, bár nyilván egy első Final Four közvetítésnél valószínűleg mi is eléggé megszeppenten ülnénk ott, úgyhogy azt hiszem, hogy ez elnézhető, de nyilván azért volt némi visszhangja annak, hogy hogyan zajlott a Barca Magdeburg közvetítése, de szerintem erről többet talán nem is érdemes nekünk itt foglalkozni. Beszéljünk arról, hogy ugye hogyan nézett ki ez a két elődöntő. Máté Dominik témája is nagyon érdekes, arról majd megnézzük, remélem, hogy lesz egy pár percünk erről is beszélgetni, meg arról, hogy tőle így a jövőben mit várhatunk, hogyan alakulnak ott a játékos mozgások, illetve ott azért hallottunk olyan pletykákat, hogy még további játékos érkezhet a posztjára. De akkor nézzük a két elődöntőt a Final Four-ból. Ugye kezdődött egy
Barca Magdeburg mérkőzéssel a Final Four. Azt gondolom, hogy erősen belecsaptunk itt a dolgok közepébe, hiszen ahogy te is említetted, kétszer is legyőzte döntőben a Magdeburg a Barcelonát a korábbi évek során. Ez egyfajta mumusság lehet? Lehet, hogy ez számított a két edző által képviselt játékstílusban van a keresendő ok, vagy egész egyszerűen a szuperglóbok így alakultak, és ennek mi lehet, hogy jelentőséget tanúsítunk, de valójában ez nem mellékszál volt? Hogyan látod? Hogyan láttad? Nem feltétlenül mondanám mumusságnak, legalábbis a Barca oldaláról nem feltétlenül mondanám mumusságnak. Ugye azt látjuk, hogy a Barca néha-néha már ilyen verhetetlenségi buborékot kezd maga köré kiépíteni, és ebből mindig a Magdeburg az, aki visszarángatja tulajdonképpen a földre. Itt igazából szerintem csupán annyi, hogy Vigertnek valamiért nagyon fekszik a Barca, és a Barca játékstílusa, illetve magának a Magdeburgnak, ugye ennek a nagyon jól megkonstruált, nagyon jól fölépített csapatnak egy az egyben nagyon fekszik a Barcának a játékstílusa. És Ugye ez meg a említett? Barcát egy kicsit talán elbizonytalaníthatja, hogy valaki nem úgy áll oda az ellenük lévő meccsekre, hogy akkor ez most úgyis vereség lesz, meg ilyenek, hanem elhiszik magukról azt, hogy meg tudják verni a Barszát, és most már tapasztalataik is vannak erről, hogy meg is tudják verni a Barszát. Így van, ugye ez az elődöntő, ez ugye az A csoport második helyezettjét hozta a B csoport első helyezettje ellen, a másik elődöntő az A csoport második, nem, az A csoport első helyezettje játszott ott a B második ellen. Tehát mondhatjuk, hogy ugye ez a nagyon hosszú csoportkör, ez a 14 meccses csoportkör, ami lezajlott az első fázisában a BL-nek, amire sokszor azért itthon is nagyon ellentétes véleményeket olvasni, hogy ez mennyire fontos, meg mi is a jelentősége, azért elég jól megszűrte és megmutatta, hogy melyik az a négy csapat, amelyik erős, és ez alapján nyilván a Magdeburgra sem lehetett legyinteni. Viszont ha már a verhetetlenség mítoszát említed a Barszánál, vagy ezt a buborékot, ahogy te fogalmaztál, ugye a Barsza 14 csoportmérkőzéséből 13-at megnyert, és egy döntetlenjük volt. Ha jól emlékszem a Nant ellen, de erre azért nem vennék mérget, viszont oda-vissza megverték például a Kielcét, és ugye felmerül sokszor a Barca kapcsán, hogy nekik a BL az igazi fő értékmérő, fokmérő, erőmérő, bárhogy is nevezzük, hiszen a spanyol bajnokság az az elmúlt most már nagyon sok évben gyakorlatilag a Ciudad Real, és később Atletico Madrid-dá vált Ciudad Real, hát úgymond eltűnése óta azért nem képvisel jelentős erőt, és nem találkozik a Barca nagy ellenállással. Ennek lehetett szerepe? Mert olvastam olyan véleményeket, akik azt mondták, vagy ahol azt mondták, hogy a Barca egy kicsit talán nehezebb helyzetben volt olyan szempontból, hogy nem tudott felpörögni jó minőségi, dinamikus meccsekkel, míg a németek gyakorlatilag a Bundesliga ritmus és a BL ritmus együtt az tulajdonképpen nekik az egész év kis túlzással egy ilyen Final Four-szerű utazás, vagy legalábbis több Final Four-ból áll össze, és ugye a német kupának is van egy Final Four lebonyolítású döntője, tehát ők lehet, hogy ezt jobban tudták modellezni, és ez segíthetett a Magdeburgnak. Az mindenképpen elősegíthette a Magdeburgnak ha nem is az egész meccsen tetten érhető ez, de inkább a végén. Tehát ezek az éles szituációk, ugye Barca nagyon kevés éles szituációba keveredik egy szezon alatt, a Magdeburgnak viszont tele van éles szituációkkal a szezonja tulajdonképpen. Ugye egy Bundesligában senkit nem lehet soha leírni, bármikor jöhet egy szoros meccs, akár egy héten több is, ha esetleg olyan a sorsolás. Viszont ugye a Barszánál meg ez kimarad. És akármilyen jó játékosok alkotják a Barsza keretét, ezek azok a szituációk, amikkel ha nem találkozol egy ideig, vagy sokkal kevesebbet találkozol, akkor nem fogsz tudni úgy beleállni egy-egy éles végjátékba,
hogy abból mindig te gyere ki győztesen. És ugye említetted a BL-t is. A BL-ben is azért, ha azt nézzük, elég kevés szoros meccse volt a Barszának. Így van. Ugye a Kiel elleni döntetlen, közben egyébként megnéztem, a Kiel ellen volt döntetlenjük, de nagyon kevés egy-két gólos győzelem. A Kiel elleni másik meccs volt még két gólos, volt egy gólos győzelmük a Kielce ellen, az összes többi négy fölött van különbségben. Illetve a Celje elleni, igen, az a Celje elleni meccs, ahol a Celje még 10 perccel a meccs vége előtt is vezetett a Azt Barca talán a ellen. szezonnak nagyon az elején volt, ha jól emlékszem, talán a második, harmadik BL fordulóban, most így fejből valami ilyesmi rémlik nekem, de aztán lehet, hogy összekeverem valamivel. De volt Valamikor valóban össze egy volt ilyen az meccs. fix. Igen. Igen. Úgyhogy az mindenképpen a szoros meccsek, a szoros végjátékok azok mindenképpen a Magdeburg oldalára billenthetik a mérleget. Viszont szerintem azért itt volt olyan tényező, ami viszont eltért a korábban említett Barca-Magdeburg meccsektől, és ez pedig Bennett Wiegert és az ő viselkedése volt, ami azért nála nem feltétlenül szokott ilyen méreteket ölteni. Ő az, aki nyilván mindig, ugye NBA-ben mondják ezt, hogy kikéri magának a technikait egy-egy játékos. Ő mindig kikéri magának azt a sárgalapot, az megvan, de akkor nagyjából így megelégszik ezzel. Most viszont egy kicsit szerintem túltolta. Egyébként véleményem szerint jogosan, tehát hogy volt igazság abban, amit általában reklamált. De ez egy kicsit szerintem már a csapatnak a hátrányára is vált. Ugye itt az utolsó pillanatos 2 percre gondolok. Ez egy nagyon nagy kérdés nekem. Itt most nem akarok olyan mély szakmai elemzésbe belemenni, amiben én nem vagyok kompetens. A 2 percek, hogy mennyire jelentenek előnyt vagy hátrányt, illetve mennyire jelentenek hátrányt, jelentenek-e akkora hátrányt, mint amennyire az még a mi fejünkben akár él a korábbi időkből? Én ezt már rögtön megkérdőjelezném. És a másik, ami én Wiegert kapcsán sosem tudtam eldönteni, nem láttam annyira sok meccsüket idén, ahol láttam ott azért ő egy elég, hogy is fogalmazzak szépen, tehát azért Vehemens. a vehemens az talán egy jó szó, de valami kicsit komplettebbet kerestem, nem fogom megtalálni a megfelelő szót Wiegert viselkedésére, de ő azért nagyban eltér mondjuk például Carlos Ortegától, ugye ez is egy nagyon érdekes párhuzam volt, ezt is sokan megénekelték azóta, hogy a két edző mennyire másképp viselkedett. Én nekem az a kérdésem, hogy vajon egy úgymond esélytelenebb csapat edzőjeként nem lehet, hogy ez egy teljesen, nem lehet-e, hogy ez egy teljesen tudatos viselkedés volt Wiegert részéről, hogy adott esetben egy picit a terhet, a helyzetnek az élét elvegye a játékosokról. Nyilván profi sportolókról beszélünk, nyilván nagyon komoly mentális felkészítés előzi meg ezeket. Én nem hiszem, hogy ezzel mindent meg lehet oldani, de lehet, hogy Wiegert ebben látta azt a plusz 1-2%-ot, ami mondjuk egy döntő helyzetben akár át is, mint ahogy át is billentette az ő javukra a mérkőzést. Amekkora stratégának megismertük Wiegertet, akár ez is benne lehet. Én ezt is egyfajta opcióként látom, de azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy volt oka erre Wiegertnek, tehát adtak rá okot, hogy kikeljen magából. Nekem ez egy másik kérdésem, és lehet, hogy ez egy hosszabb beszélgetés témája is lehetne megint. Vajon bármely edző, bármely sportban, a Barcelona ellen, ha csak nem mondjuk a Real Madrid edzőjéről beszélünk, futballban vagy kosárlabdában, bárki a Barcelona ellen edzőként felmehet-e úgy a pálya mellé, hogy nem arra számít, hogy a Barcelonának egy picit kedvezőbb lesz a bíráskodás? Megint csak felterjem azt a kérdést, hogy lehet-e, hogy Wiegert ebben egy picit előttünk járt gondolkodásban, és talán erre is reflektált úgymond a viselkedése, mert amúgy a döntőben nem egészen ezt az arcát látta, nem volt ennyire, nem tűnt ennyire kontrollálatlannak a viselkedése, mint ahogy néha kontrollálatlannak tűnt talán a Barcelona ellen. Nem tudom, ebben egyetértünk-e. Ez így van, tehát sokkal, sokkal inkább
mondhatni visszafogta magát a döntőben, mint az elődöntőben. Erre nekem egy olyan mondat jutott eszembe, amivel lehet, hogy nem leszek népszerű, de a kézilabdában egyetlen egy csapat edzője mehet föl így a pálya mellé, amit mondtál, hogy a Barca ellen nem a Barcát fogják egy kicsit segíteni, ez pedig a THW Kiel. Köszönöm, igen, már ahogy Tehát, mondtad, közben megvolt, igen. hogy a Kiel edzője az, aki ezt még meg tudja fejelni, de egyébként meg én itt úgy gondolom, hogy Vigertnek ez a viselkedése, pontosan ezért, amit mondtál, valamilyen tudatosság biztos, hogy volt benne, ugye azzal, hogy a döntőben már nem volt meg ez a, ahogy te mondtad, kontrollálatlanság. Mi az, Úgyhogy ami a... Bocsánat, fejezd be. mond, Nem, nyugodtan mond fejezd be csak. is. Jó. Mi az, ami Viget viselkedése mellett még végül a Magdeburg győzelmét hoztam? Beszéljünk egy picit a Barszának a játékáról. Én bennem, és ez nagyon érdekes, mert ez egy kicsit talán túl hosszú párhuzam, és lehet, hogy nem érdemes annyira ezzel foglalkozni. Ugye Carlos Ortegát azért ismerjük itt Magyarországon, őt azért láttuk itt tevékenykedni, és hát maradjuk annyi, hogy kurta furcsa véget ért az ő veszprémi pályafutása annó. De amikor ő Veszprémbe érkezett, ez ugye 2012 volt talán, amikor az Ortega korszak elkezdődött, ott közvetlenül az olimpia után. Ugye 2-3 nagyon jó szezonja volt vele a Veszprémnek, és akkor arra a Veszprémre az volt a jellemző, hogy hát 25 gólnál többet nem nagyon kaptak. Nyilván változott a sport az elmúlt 10 évben, de picit engem azért néha még mindig meglep, és elgondolkodtad, hogy vajon Ortegának sajátja-e az a játék, amikor ilyen bozsárágyúszerű tüzelés zajlik a pályán, föl alá rohangálás, és 30 körüli, fölötti gólszámok röpködnek. Kivágyszer máshogy játszik, mint azzal a Veszprémmel annó, de engem ez is egy picit elgondolkodtatott, meg az is, hogy mi történt a Barszával, amely ennyire verhetetlennek tűnt. Igazából szerintem itt a második kérdésedre a válasz, hogy nem volt egy olyan emberük szerintem, aki magára tudta volna venni a csapatot. Magára tudta volna venni azt, hogy amikor nehéz a helyzet, amikor éppen kellene a gól, akkor jön és lő. Ezt Dikamen megpróbálta, fél lábon is megpróbálta, illetve ugye Engeszám volt még, aki 9 gólig jutott, ha jól emlékszem, az elődöntőben. Egy ideig volt, aki Engeszám mellé föl tudott kapaszkodni, viszont ez mindig más volt, és sajnos nem tudott, vagy sajnos, vagy nem sajnos, nem volt egy olyan ember, aki végig Engeszám mellett nyilván, aki végig tudta volna tartani a szintjét. Ugye Domen Makucnak volt nagyon jó 10-15 perce, minden megoldása ült, majd a második félidő elején, ott is, ha jól emlékszem, volt még egy gólja, aztán utána lépéshiba, labdaeladás, úgyhogy nyilván nem egy 20 éves gyerekre kell rátenni egy BL elődöntőben a terhet. De igen, azt tudnám itt kiemelni, hogy nem volt, aki Engeszám mellé fölnőjön. Uh-huh. És emellett ugye a probléma abban volt, hogy aki erre jó lett volna, az szegény már fél lábon, vagy fél lábon se tudott segíteni a Barszán. Igen, nyilván Dikamennek a fizikai állapot, a sérülése az azért egy döntő tényező volt, és azt hiszem, hogy még egy dologról mindenképp kell beszélnünk a Barcelona kapcsán, bár ugye ez mindig egy olyan téma, amiről önmagában nehéz beszélni, mert azért ez egy... Valahogy eljutnak az ellenfelek helyzetekig, és ugye nem mindegy, hogy milyen minőségű helyzetekkel és lövésekkel néz farkas szemet egy kapus, de hát én ennyire rosszul védeni a Barcelona kapusait nem tudom, láttam-e valaha.
Tehát Gonzalo Pérez de Vargas, nem tudom, mintha az lett volna a cél, hogy elugorjon a labda elől, vagy bevédje néha. Tehát egészen gyenge teljesítmény nyújtottak a Barca kapusai. Mi lehetett ennek az oka, vagy hogyan történhet meg egy ekkora csapattal, és azért Gonzalo Pérez de Vargas, meg Emil Nielsen is, jó, de leginkább Vargas, top kapus, rengeteg elődöntő döntő van benne, fejben, nem is fiatal most már, tehát tudom, az arcára nézünk, akkor 22-nek gondoljuk, de ő 32 éves, most már azért 10 éve egy top kapusnak számít. Mi lehetett az oka ennek a gyenge teljesítménynek? Nem tudom, de egyébként tényleg néha már ilyen komikus magasságokat öltött az, hogy szerencsétlen Pérez de Vargasról még befele pattantak a labdák, tehát hogy amiben még bele tudott érni, az is átment rajta valahogy. Ortega megpróbálta cserélgetni a kapusokat, megpróbálta azt, hogy Nielsennel kezd, és nem Vargasszal kezd. Megpróbálta azt, hogy behozza Pérez de Vargas-t, aztán visszaviszi Emil Nézen, mindent megpróbált. Igen. És egyszerűen szerintem vannak ilyen napok, amikor semmi nem jön össze, tehát ezt én nem ilyen nagyban nézném. Egyszerűen látni kell, hogy ezek a kapusok is emberek. Ebből látszik, hogy ezek a kapusok is emberek. És azért azt meg kell jegyeznünk, hogy Pérez de Vargas egyébként védett egy büntetőt a hetes párbajban, ami megint nyilván egy másik lelkiállapot, úgy önmagában a hetes párbaj, meg az a szituáció is, azt igazából Wigert szempontjából nem értettem, hogy az egyáltalán nem játszó Daniel Pettersont állította oda büntetőt lőni, de És ez aztán mellékes. lőtt szegény egy olyan büntetőt, ne arra, hogy lőtt szegény egy olyan büntetőt, hogy valószínűleg U15-be hazaküldik. Inkább, fiam, menjél hozzá fagyit a csapatnak, vagy valami. De fú, tényleg, szegény egy nagyon rossz büntetővel vétette magát észre, vagy mondanám, hogy észrevétette magát, de hát azért a barcelonai büntetőkhöz képest azért nehéz volt kitűnni abból a büntető párbajból lefelé. Igen. Azért, ha erről a meccsről beszélünk, akkor ezt nem tudjuk megkerülni, hogy erről ne beszéljünk. Nyilván ezt nehezebben lehet elemezni, tehát ez egy olyan szituáció, amiben nyilván nem kerül egy csapat egy évben, mondjuk kettőnél többször. Lásd, ugye a Magdeburgnak ez már nem az első hetes párbaja volt idén. De az, hogy ennyire segítse a Magdeburgot még a Barca is, tehát ez azért már szintén a komikus jelleget öltötte magára. Na de itt azért szerintem álljunk meg egy pillanatra, és akkor még talán ezt az utolsó dolgot elemezzük ki ezzel a meccsel kapcsolatban. Három olyan büntető volt, ha jól emlékszem, amelyik közvetlenül a kapus lába alatt lett, tehát oda pattintották le, és aztán túlpattintották. Én azt gondolnám, hogy ez egy teljesen tudatos dolog. Tehát ez valamilyen fajta felkészülésnek a végeredménye volt, hogy a kapusnak oda kell a büntetőt lőni. Ezt gondolták valószínűleg a legtutibb megoldásnak. Ha hárman egyformán rontják el a büntetőt, akkor ott valami, ezt nem ők találták ki, meg szerintem a harmadik már úgy ment oda, hogy ő nem akarja úgy dobni, de valószínűleg valaki rádumálta, hogy de muszáj úgy dobnod. Tehát itt elképzelhető, hogy valamit furcsán sikerült a videóelemzés, vagy a Szerintem nem. körülményeket nem mérték fel jól, vagy mi történhet ilyenkor, mert én nem akarom elhinni, hogy hárman egyformaképpen rontják el, és ez mondjuk ne lenne egy összefüggő eseménysorozat. Én pont azt gondolom, hogy szerintem a videózás baromi jól sikerült ebbe az esetbe, hogyha ez tényleg videózás eredménye. Tehát maga a videózás baromi jól sikerült. Az, hogy mind a hárman így kivitelezték ezeket a heteseket, ez meg valahol fejben csúszik el. És Ez is egy érdekes olvasata lehet az eseményeknek, igen. ez megint, amit ugye említettem az előbb, hogy Pettersont állította oda Wiegert hetest lőni. Ugye a másik oldalon ugyanez Richardsonnal. Így Richardson van. egyáltalán nem játszott jól, amikor fönn volt a pályán. Le is hozta azonnal Ortega, mert nagyon nem tetszett neki, gondolom, amit látott tőle. És erre oda küldte hetest lőni, amit
Szerintem ő volt a harmadik, ha jól emlékszem, aki kihagyta ugyanazzal a sztorival. Tehát Igen. ugyanúgy a pattintós sztori. Ez szerintem itt már fejben csúszott el valami. Ez is lehet. Sőt, én ezt is el tudom fogadni, hogy valószínűleg akkor ez a jó gondolat, rossz kivitelezés esete volt. Viszont jó kivitelezés volt a Magdeburg részéről, hiszen bejutottak ezután a döntőbe, ahol a Kielcét kapták meg ellenfélül, hiszen a Kielce megverte egy góllal a PSG-t. Ugye említettem, hogy az első a másodikkal játszott keresztbe mind a két esetben. Ugye a Kielce a Barca csoportjában volt második, a Párizs pedig megnyerte ugye a Magdeburg A és a Veszprémféle Veszprém csoportját, csoportját, igen. így van. Hosszú évek küzdenek a párizsiak ezért a BL győzelemért, de nem akar sehogy sem összejönni. Idén mi hiányzott? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ha csak azt nézzük, hogy itt a Final Four-ban mi hiányzott, akkor egy kis pontosság talán, amit kiemelnék, hogy hiányzott. Ugyanis szerintem az egész mezőny egyik legjobb kezűlövője náluk van, ugye Prandi személyében. Viszont Prandinak, ugye annak ellenére, hogy milyen erősségű keze van, itt a lövőerősségre gondolok, annyira pontatlan. És ez meglátszott az elődöntőben, ugye 10-ből 4-et lőtt, ami ezen a szinten, egy BL elődöntőben megengedhetetlen. Tehát Nagyon kevés. hat lövést el durogtatni, nem töltött, csak lőtt, tehát ami a keze ügyébe került, azt csattintotta. És nagyon ritkán talált vele, magát a kaput nagyon ritkán találta el vele. Úgyhogy igazából ezt tudnám kiemelni. Ha belőle tudnának egy kicsit pontosabb játékost faragni, akkor jók lehetnek. Mondom ezt annak ellenére, hogy ugye Kristoppánsz elmegy, és a helyére nem egy Kristoppánsz szintű játékos érkezik. Azt hiszem, ezzel nem bántom meg Tönézent, ha ezt mondom. Én azt mondom, hogy valamilyen szinten gyengülni fog ez a PSG, legalábbis ezen a poszton, de a potenciál bennük van, tehát bármikor kijöhet belőlük is az, ami kijött a Magdeburgból, tehát az, hogyha tudják tartani azt a szintet, hogy eljutnak a Final Four-ig, ott már, ahogy láttuk, bármi lehet, tehát nüanszok is dönthetnek. Én nekem az az érzésem itt az elmúlt egy-két szezonnal kapcsolatban a Párizsnál, hogy ők is ugye ott a 2010-es évek első felében, ott nagyjából a Veszprémmel egy időben kezdtek el, ott a 12-es Veszprémi átalakulása egy időben kezdtek el nagyon komoly célokat megfogalmazni, ugye kézilabdázásban is. Én nekem az az érzésem, megmondom őszintén, hogy az elmúlt 2 évben, bár vagy 2 szezonban az eredmény nem jött, de szerintem ez a Párizs, ez sokkal tudatosabban épül mostanában fel, és ebben nyilván Raúl González szerepét nem nagyon lehet elvitatni. Egyetértek veled azzal, hogy ez akár jövőre sikerülhet is nekik. Annak ellenére, hogyha végignézzük mondjuk a játékos keretüket, nem biztos, hogy azt mondanánk, hogy ez egy top keret jelenleg, és nincs az a fajta őrületes sztárdömping, amivel gyakorlatilag szőnyegbombázás szerűen indultak neki ennek a projektnek, és leigazoltak mindenkit, aki élt és mozgott. Most sokkal nagyobb tudatosságot érzek a párizsi keret kialakításban és csapatmenedzsmentben, úgyhogy meglátjuk jövőre, hogyan sikerül nekik. Idén sem jött össze, tehát a BL győzelem a Párizsnak, 25-24-re nyert a Kielce az elődöntőben. A Kielcére azt mondtad, hogy előzetesen nem nagyon tudod őket hova kalibrálni, ez az elődöntő segített bármiben? Inkább igen, mint nem. Azt láttam igazából a Kielcén, hogy van bennük tartalék az elődöntő alapján. Tehát egyértelmű volt, hogy innen nekik van följebb. De ugye nyilván ezt
ezt valahogy ki kell hozni, tehát hogy ki kéne jönnie annak a van följebbnek, és ez ugye nem jött ki a döntőben sem. Alex Dusebaev szerintem az egyik legjobb hétvégéjét nyújtotta életében, és még ez sem volt elég, mert nem nagyon tudtak fölnőni, leginkább a belső posztokon mellé a társak. Tehát Szicskó, Karacsics, a testvére, ugye Dani Dusebaev, egyszerűen nem tudtak fölnőni mellé, és nem tudták kisegíteni azokban a szituációkban, amikor erre szükség lett volna. Nyilván ez az elődöntőben még éppen csak elég volt, a döntőben viszont ez már kevésnek bizonyult. Én bevallom őszintén, az elődöntőt nem láttam végig, a kiejtszett, tehát a második elődöntőt, ezt a kiejtszett Párizs elődöntőt, az elsőt azt majdnem végig sikerült, vagy majdnem teljes egészében a kiejtszett Párizsból kevesebbet láttam. De nekem az volt a benyomásom, hogy az első elődöntő az egy dinamikusabb, magasabb színvonalú, nagyobb taktikai csata volt, és azt éreztem, hogy az a két csapat az jobban felkészültnek tűnik, és élesebbnek tűnik erre a Final Four hétvégére. Nem tudom, te ezt hogy láttad. Igen, maga a tempó az nagyobb volt, és talán a két meccs közötti különbséget, amiben én megragadnám, az a kapus teljesítmény. Tehát a második meccsen észrevettük, hogy vannak kapusok a kapuban. És ez az egész meccsre igaz volt, mert ugye az első elődöntőben is néha elakadt egy-egy labda Portnerben például, de itt valami elképesztő volt, hogy Wolf miket védett, illetve hogy Palikában néha hogy akadt el a labda. András Wolf az egész hétvégén, tehát nem nagyon találok rá szavakat. Úgyhogy én ebben látom a két meccs közötti különbséget, és ebben látom igazából azt is, hogy miért van az, hogy sokkal több gól. Nyilván a tempó mellett ebben is látom, hogy miért volt sokkal több gól az első meccsen, és miért volt sokkal nagyobb a tempó is ott, mint itt. Igen, azt hiszem, hogy Wolf teljesítménye az egyértelműen az egyik legjobb volt az egész Final Four hétvégén. Hozzátéve azt, hogy talán ő is úgy gondolja, hogy lehet, hogy egyel több védés pont elég lett volna, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ő azért inkább volt elégedetlen egy újabb Final Four, Bajnokok Ligája Final Four második helyen, mint sem elégedett a döntőbe jutással. Jó. Ez volt tehát a két elődöntő, térjünk át akkor a második napi eseményekre. Kezdődött a második nap egy bronzmérkőzéssel, ugyebár szokták mondani a bronzmeccsekre ilyen óriási közhellyel, hogy hát ez a csalódott csapatok találkozója. Azt hiszem, hogy ritkán volt ennél igazabb, mint ez a meccs. Tehát ezen nagyon érződött, hogy ez mind a két csapatnak csak egy nyűg. Ez a bronz meccs, ugye itt a Barca találkozott a PSG-vel, és győzött a PSG ellen nagy arányban végül. Igen, nem nagyon éreztem egyik csapaton sem, hogy összetörné magát a mérkőzésen. Ugye mi sem mutatja ezt jobban, hogy nem volt 2 perc az egész meccsen. Úgyhogy nem nagyon törték össze magukat. Szerintem egyébként erre a meccsre olyan nagyon sok szót nem is érdemes fecsérelni, mert hogy olyan nagyon nagy értéket nem képviselt szerintem. Ezzel teljesen egyetértek, van viszont itt egy nagyon szomorú közbeszúrnivalom, hogy ugye ez volt az a meccs, ahol Máté Dominik igazából lényegi szerepet kapott. Nagyon röviden, te hogyan láttad az ő jövőjét? Nyilván itt a sérülésétől és a rehabilitáció alakulásától nagyon sok minden függ. Azt ugye tudjuk, hogy az idén 80 gól fölött termelő, és most már az elmúlt években mondhatjuk, hogy a PSG meghatározó játékosának számító Christoph Pans ugye távozik előle. Szerintem ezt is nyugodtan mondhatjuk, hogy előle távozik. És jön az a Kent Robin Tönnészen, aki hát őszintén szólva idén és tavaly Szegeden nem váltotta meg a világot.
nagy reményekkel érkezett Magyarországra, és ha jól számoltam, akkor 5 szezon után távozik hazánkból, Veszprém, Szeged, és igazából azt látom, hogy azért ez egy lyukas posztja is lehet akár a PSG-nek, függően attól, hogy Dominik rehabilitációja hogyan alakul. Te hogy láttad az ő szerepét, hogyan láttad az ő mozgását, és hogyan láttad az ő jövőjét a PSG-ben nagyon röviden? Én úgy gondolom, hogy neki mindenképpen jót tesz az, hogy Kristoppánsz elmegy. Ezt szerintem kimondhatjuk, mert Kristoppánsz tényleg előle megy el. Viszont a kérdés az azért fennáll, hogy kit szeretne Raúl González első számú jobb átlövőnek, és ebben szerintem a kulcs az lesz, hogy mennyire fog tudni védekezésben fejlődni Máté Dominik. Ez az, amiben nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie. Nyilván ebben nem segített rajta, mint ahogy semmi másban nem segített rajta, de ebben azért sokkal inkább visszavethette a sérülése. De én úgy gondolom, hogyha sikerül védekezésben fejlődnie, a védekezésben beleillesztenie magát, illetve Raúl Gonzáleznek őt beleilleszteni a csapat védekezésébe, akkor szerintem állhat előtte szép jövő Párizsban, ugyanis azért tönézem idősebb is nála, és szerintem hosszabb távon inkább vele képzelik el, mint tönézennál a történetet Párizsban. Azt gondolom nagyon érdekes, amit a védekezésről mondtál, ugye ez az a területe a játéknak, amit Máté Dominik maga is megjegyzett, amikor például, már amikor Elverumba kiigazolt, hogy fejleszteni kell, és fejleszteni fognak, és ez egy fókuszterület, úgymond, az ő sikeres karrierépítéséhez ez egy kulcsterület lesz. Engem megmondom őszintén, meglepett az, hogy Dominik mellé szintén egy olyan balkezes játékost igazolt a PSG, akinek azért, hát finoman fogalmazva, nem a védekezés az erőssége. Úgyhogy nem tudom, hogy ennek fényében mennyire kell hinnünk azoknak a pletykáknak, mely szerint ugye a Veszprém jelenleg szintén a rehabilitációjának a vége felé járó, most már reméljük vége felé járó balkezesét, Yahia Omart nézte ki a PSG csapata. Nem tudom, te erről tudsz-e valamit, hallottál-e valamit, vagy te is csak ezt a pletykát hallottad, és mi lenne a véleményed arról, hogyha Yahia távozna? Ugye nyilván indokolható lenne adott esetben Remili Veszprémbe érkezésével, de vajon mit jelentene ez a PSG számára? Én azt gondolom, hogy természetesen ugye, ahogy mondtad, indokolható Veszprémi részről is, illetve támadás szempontjából indokolható ez Párizsi részről is, de szerintem annyival nincsenek előrébb védekezésben a már említett szegmensét, hogyha ezt kiemeljük a játéknak, annyival nem lesznek előrébb Yahiával sem védekezésben Párizsban. És ugye nyilván ez egy lutri, ugyanis egy újabb játékos, aki keresztszalagszakadásból épülget fölfelé, vagyis hát próbál, reméljük, most már épülget fölfelé, és ki tudja, hogy hova fog tudni visszajönni Yahia majd a rehabilitáció végeztével. Így van, legjobbakat kívánjuk természetesen neki, és a bronzmeccs értékelése, rövid értékelése, de azt gondolom, hogy hogy mondjam, a jelentőségéhez megfelelő mértékű értékelésének végén azért álljon itt még egyszer a történelmi tény, hogy a Barca lett ugye a bronzérmes a 2023-as férfi bajnokok ligájában, 37-31 lett a meccs végeredménye, és ahogy Boldizsár említette, egy érdekes mérkőzés, 2 perc nélkül, meglehetősen magas gólszámmal, tényleg egy olyan igazi rossz értelemben vett bronzmeccs után jött az izgalmas döntő, ahol ugyebár a Magdeburg és a Kielce feszültek egymásnak. Azt gondolom, továbbra is jelentős részben úgy gondolta
a legtöbb szakíró, hogy a Kielce az esélyes, de azért a Magdeburg nyilván óriási respektet vívott ki azzal, hogy a Barcelonát kiütötte. Viszont úgy tűnt egészen a döntő bemelegítéséig, hogy a Magdeburg egyik, hanem a legjobb játékosa nélkül vág neki ennek a döntőnek. Megmagyarázható egy átlagember számára, ami történt, vagy ezt egyszerűen csak fogadjuk el, hogy csodák már pedig léteznek. Én azt hiszem, hogy ezt el kell fogadni. Tehát azt sem tudjuk igazából, hogy mi történt Christiansennel abban a 20, nem tudom, 23 órában, 22 órában, 20 órában, ami a meccset megelőzte, ami a két eset között történt. Ugye az, hogy Hordágy mellett sétált le a pályáról mentősökkel az elődöntőben, majd pedig az, hogy a pályára lépett bemelegíteni a döntő előtt, ahol egyébként még az edzője is azt mondta, hogy egy súlyos sérülésről beszélünk, majd ezt Vigert megerősítette a döntő előtt is, hogy egy súlyos sérülésről beszélünk, de Christiansen kötötte az ebet a kutyához, és mindenképpen játszani akart. Nem tudom, hogy ez a már említett stratégiába hol áll. Nem tudhatjuk, hogy milyen állapotban volt Christiansen. Akkor nyilván nem volt egészséges, tehát ez teljesen egyértelmű. A kérdés csak a kommunikáció, hogy ezt mennyire lovagolták meg. Nem szeretnék ebbe rosszat belelátni, tehát ez semmiképpen nem a Magdeburg ellen. De azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy Christiansen tette, hősies magasságokba emelte őt. Nem csak Magdeburgban, de szerintem egész Európában kivívta mindenkinek a tiszteletét ezzel. Ugye csak hogy egészen konkretizáljuk, ugye az elődöntő során szenvedett egy vállsérülést, méghozzá egy olyan vállsérülést, ami azt a lövővállát érintette, ugye ez az első nagyon fontos tényező, a másik pedig, hogyha jól tudom, ez a válla volt kétszer műtve talán, tehát hogy ez már neki Így nem, hogy van. nem az első, de a harmadik vállsérülése volt. Nem vagyok orvos, nem akarok egy ilyen jellegű, ilyen tudást igénylő szakterület dolgaiba beleavatkozni. Én azért abban sem vagyok biztos, hogy itt egy rendes diagnózist fel tudtak állítani a Final Four közepén az általad említett 21-22 óra alatt. Tehát az is lehet, hogy egy picit ők is vakon voltak azzal, hogy pontosan mi történt Christiansennak a vállával. Mint ahogy említettem azt, hogy szerintem az elődöntőbeli kicsi kontrollálatlan viselkedés Vigertől az lehet, hogy egy kontrollált kontrollálatlanság volt, vagy jobban volt valami tudatosság. Én azt gondolom, hogy itt én nem feltételezném azt, hogy ők tényleg úgy gondolták, hogy ez mit tudom én, elszakadt, vagy bármi komolyabb sérülés, és aztán, vagy bocsánat, tehát nem feltételezném azt, hogy ők ezt úgymond hazudtak a médiában. Lehet, hogy ők maguk sem tudták. Én ezt tartom leginkább amúgy valószínűleg. Ja, nem, bocsánat, itt én is szeretném ezt tisztába tenni. Én sem mondom, hogy hazudtak volna. Ez egyébként szerintem benne van, hogy teljesen pontosan nem tudták, hogy mi történt a vállával. Azt látták, hogy egy súlyos sérülés, illetve azt látták, hogy műtétre szorul. Nagyjából szerintem ennyit tudtak. És ennyi. És valószínűleg mi innen, ahol ülünk, soha nem fogjuk megérteni, hogy egy sérült vállal hogyan lehet kézilabda BL döntőt játszani, hatékonyan játszani, lőni. A legtöbb pillanatban szerintem, hogyha nem tudtuk volna ezt az előtörténetet, akkor nem hiszem, hogy kiszúrtuk volna, hogy itt bármi probléma lenne a játékossal. Nem feltétlenül, nem feltétlenül. A végén, amikor átvette az MVP díjat, akkor azért ott volt vicces jelenet, amikor a díjátadó szeretett volna pacsit adni, és ő mondta, hogy ezt inkább ne, hanem öklözzenek, és ezt nem vette a lapot, aki átadta a díjat, és egy nagyobb pacsit adott neki. Az annyira látszott rajta, hogy az nem tetszik neki, meg hogy fáj, de egyébként ezen kívül nem látszott rajta. Olyan eszméletlenül, tehát hogy nem rót le róla, hogy nem rít le róla, hogy ez sérült, ez a váll.
Tehát úgy tűnik, hogy így is lehet BL-t nyerni, és ez döbbenetes, hiszen ugye végül a Magdeburg győzött még hozzá hosszabbítás után. Történt itt egy másik eset, ami mellett sajnos nem lehet elmenni szó nélkül, és azt hiszem, hogy az egész csapatunk nevében mondhatom, hogy ezúttal is, hát nem tudom, hogy eljut-e hozzá, de őszinte részt vettünk annak a újságírónak a családjának, aki elhunyt a Final Four döntője során. Ezek azok a fajta történelmi események, amiket azt hiszem nem akarunk átélni soha, és soha többet. Úgyhogy ezúton is részvétünket nyilvánítjuk az úriember családjának. Volt azért szerencsére ennél pozitívabb élményünk is, hiszen maga a mérkőzés azért egy nagyon komoly találkozó, és egy nagyon komoly taktikai csata alakult ki megint a pályán. Te akkor úgy érzed, hogy a Kielcének nem sikerült azt a pluszt hozzátennie megint, ami hiányzott az elődöntőben is ahhoz, hogy igazán jó teljesítményről beszélhessünk. Igen, ezt határozottan így érzem, és szerintem ennek a témának a kifuttatása az, amiben itt a taktikai csatát szerintem elvesztette talán Dusebajev, illetve a Kielce. Az, hogy Simon Szicskó annyit volt a pályán, amennyit, ez hát nem is tudom, azért sokszor elmondjuk edzőkről, hogy ragaszkodnak egy-egy játékoshoz, kényszeresen ragaszkodnak egy-egy játékoshoz, de nagyjából, amit Szicskó csinált, mondhatom, körülbelül 40 percig a pályán, az nagyjából a nullával volt egyenlő, és csak a pályán maradt. Mindössze akkor ment le, és akkor került először a pályára Dani Dusebajev, amikor Szicskót a játékvezetők leküldték a pályáról, mert vérzett a térde. Egyébként hozzá kell tenni, hogy nem segített ez a Kielcén, mert Dani Dusebajev sem volt éppen élete formájában, de azért szerintem egy fokkal előbb is meghúzhatta volna Dusebajev ezt a Szicskó Dusebajev cserét. Igen, de ugye itt említetted az elődöntő kapcsán, hogy hiányérzeted volt a Kielce játékával kapcsolatban, a Kielce játékának színvonalával kapcsolatban, annak ellenére, hogy győztek. Én megmondom őszintén, hogy az egész évben szerintem nyilván Trastarson kiesése azért ezt természetesen ezen negatív értelemben lendített. Jobbkezes hátsó posztokon én azért ezt a Kielcét vékonynak éreztem sokszor, és ha szabad ennyire visszautalni itt a negyed döntő mérkőzésre a Veszprém ellen, fájó volt azt látni, hogy mennyire könnyen szedték szét néha a veszprémi védelem közepét, annak ellenére, hogy nem éreztem azt, hogy ebben a Kielcében olyan őrületes erő van. Alex Dusebájev, igen, Alex Dusebájev egy klasszis balkezes játékos, de nem gondolom, hogy a túloldalon ugyanilyen minőség van lövőben a Kielcében, bárki is játszik ott támadásban. Igen, itt azért szerintem maga a Kielce is többet várt volna Szicskótól is, és Dusebájevtől is. Ugye Dani Dusebájev szerintem nem járta be azt az ívet, amit várt tőle, akár az édesapja, akár mindenki így a kézilabda berkein belül, tehát ott szerintem ez az, ami elcsúszhatott, és ugye az, hogy nem nagyon van másik irányítójuk sem, tehát hogy ott tényleg itt a középső posztok azok azért erősen hiányposztok Kielcében. Ugye már Karácsics sem az, aki mondjuk volt 5-6 évvel ezelőtt, és nem is biztos, hogy 5-6 évvel ezelőtt volt azon a szinten, hogy egy BL csapatot mondjuk döntőig, győzelemig vigyen, bár ugye volt erre példa. Megtette, Hokéban megtette, megtette, de azt gondolom, nyilván ott is kellett hozzá ezért ott is a csapat, de igen, tehát önmagában az, hogy egyedül van ő azon a poszton, tulajdonképpen egyedül, azért így azért elég nehézkes. igen, én azt gondolom, hogy Karadzsics kapcsán talán inkább, ami most már főleg itt 30-on
sportolói szempontból bőven felül 34 éves, hogyha jól emlékszem. Karácsicsal kapcsolatban szerintem, ami elmondható, hogy ő azért már egy egész szezonban egyedüli, igazi irányítónak egy BL győzelemre pályázó csapathoz valószínűleg kevés, és én azt gondolom, hogy az is nagyon nagy dolog, hogy ez a Kielce ilyen formán a döntőig eljutott. És ott a döntőben azért legyünk őszinték, egyáltalán nem álltak messze a győzelemtől, hiszen ugye hosszabbításban dőlt el ez a mérkőzés. Hogyan látod, mik voltak azok a kulcstényezők, amik végül a Magdeburgjavára billentették el ezt a meccset? Hiszen ugye a Kielce azért vezetett is elég sokat a mérkőzésen. Hát ugye említetted ezt a sajnálatos esetet, és nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ennek ugye hatása van a mérkőzésre. Tehát ugye ez mindenképpen hatással van a mérkőzésre. Nem tudom, hogy a Kielce játékosok ebből mennyit érzékeltek, hogy ki az, akivel baj van. Ugye tudjuk, hogy ez az újságíró nem csupán lengyel újságíró, hanem ő kielcei. Ő a Kielce játékosokkal kapcsolatban van, volt. Tehát nem lehet tudni, hogy milyen lelki állapotban voltak ezután a szituáció után. Illetve a játékban is azt éreztem, hogy egy kicsit ott akadt meg a Kielcének a taktikája. Ugye Dusabájev taktikája szerintem egyértelmű volt. Az, hogy a játékot le kell lassítani, minél kevesebb gól, annál nagyobb esélye van a Kielcének. Na most ez egyébként nem jött be, így utólag nézve. De az, hogy milyen kontrolláltan próbáltak játszani a második félidő elején, addig nagyon szépen bejött nekik, és utána kezdtek el kicsit görcsössé válni. Elkezdtek, nem is azt mondom, hogy rácsavarodni a labdára, mert ugye kénytelen volt Alex Dusebejev valamit csinálni, mert ugye a többiek körülötte nem tették meg. Illetve nem vállalták be, neki kellett mindent fölvállalni, és ugye ő meg szerintem belefáradt ebbe az egészbe. Nyilván, és még így is ő volt a legjobbja a csapatnak, de belefáradt szerintem, azért ez elfárasztotta, hogy ő az egyetlen, aki tulajdonképpen ezt a csapatot viszi előre. Igen, gyakorlatilag kapura igazán olyan értelemben veszélyes, csak Dusevájev volt, hogy szinte, ahogy mondod, minden akció tőle indult. Én nekem most már idén kifejezetten az volt az érzésem, amikor a Kielcét láttam, hogy Dusevájev már korábban is szerette ezt a pozíciót, vagy ezt a rangot felvenni, hogy ő ugyan pozíciója szerette, a pozíció szerint ő ugye jobb átlövő. De ő azért nagyon szereti megmondani, hogy mit kell csinálni, ő azért láthatóan szervezi a játékot a pályán, tőle indulnak a figurák, stb. Stb. Itt kifejezetten az volt az érzésem a Final Four-ban, hogy ez már teljesen átbillent oda, hogy ő játsza az irányítót is valójában. És ugye néha be is tolják amúgy, ugye korábban a Remili is esett, vagy Remili, amikor ott volt, ugye ezzel játszottak is, hogy három balkezesük van fönn, és abban azért volt, hogy Alex is fölment, illetve amikor Remili ment be középre, akkor is Alex akart az irányító lenni, lehet, hogy ebből is akad például valamilyen feszültség, amit ugye láthattunk a negyed döntőben. Nem vagyok abban biztos, hogy ez egy sikeres csapatmodell lehet, hogy ennyire egy emberre épül egy ilyen nagy célokat megcélzó klubnak a támadó játéka, és itt megint visszamennék oda, hogy azért egy Kielcében lehet, hogy Szicskónál egy nevesebb balátlövő is elférne. Nem csak barátlövő, ugye, ahogy említettük, az irányító poszton is mindenképpen erősíteni kellene, illetve szerintem annak ellenére, hogy ugye Alex Dusebajev tulajdonképpen a világ egyik legjobb játékosa, azért mögé sem árt, hogyha valaki van. Ugye ebből a szempontból azért jól fog állni a Kielce. Ha jól emlékszem, akkor Hassan Kadak egyiptomi átlövő érkezik azért ide lövőbe. Bárha jól tudom, akkor ő jobbkezes talán, de hogy azért itt lesz erősítés kielcei szempontból, vagyis hát próbálnak erősíteni. Ugye Kadek is még fiatal, nem lehet tudni, hogy hova fut ki.
de itt mindenképpen szükség van arra, hogy az egyébként klasszis szélsőket, illetve beállósokat, és ugye nem megfeledkezve itt Wolfról, kiegészítsék olyan belső emberek, akik le tudják venni a terhet a Alex Dusebájevről, illetve le akarják venni a terhet a Alex Dusebájevről. Így van, így van. Nem tudom még mi az, amit ki lehetne emelni, hogy itt említetted azért a játék lassítását, most gyorsan visszakerestem, mert arra emlékeztem, hogy 30-29 lett ugye hosszabbítás után a vége, 26-26-os félidő, vagy bocsánat, 26-26-os rendes játékidő után, tehát azért a játék lassítása a Kielcének szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy sikerült, tehát a Magdeburg féle újraértelmezett tempóhandball azért az nem történt meg, vagy nem jött, ez a 26 gól legalábbis erről árulkodik. Ki az, akit még kiemelnénk? Beszéljünk még továbbiakban Wigertről, vagy esetleg érdemes lenne talán Kai Smithről egy pár szót, ő is egy elég izgalmas pályát futott be idén a Magdeburg csapatában, hiszen ugye, ha jól emlékszem, akkor kis túlzással létszám felettivé vált, majd egy sérülés után megint jött, látott, és hát igencsak fontos szereplője volt ennek a BL győzelemnek itt a Final Four-ban. Igen, hát egyenként itt lehetne beszélni azért elég sok mindenkiről ebben a Magdeburgban. Akinek szerintem megkerülhetetlen a szerepe, a Saugstrup volt ebben a Magdeburgban, és nem is inkább támadásban, hanem védekezésben. De támadásban is nyilván nem a góljaival, hanem azok a nagyon jól elhelyezett és nagyon szilárd zárásai, amikbe az egyébként hát kicsinek semmiképpen nem nevezhető Gebala folyton beleragadt a zárásaiba. Ugye volt olyan, láttunk olyan képet, ahol Alex Dusevajev, bocsánat, talán Dusevajev leüvöltötte tulajdonképpen Gebala fejét, hogy hogy lehet az, hogy 70 perce ugyanúgy zárják meg, és az összesbe beleragad. Úgyhogy ilyen Saugstrupot mindenképpen kiemelném ebből a csapatból. Ugye Smithnek nagyon fontos szerepe van a hetesek belövöldözésében, és azzal, hogy ő ennyire stabilan lövöldözi a heteseket, ez azért is jó, mert még mielőtt megsérült volna ugye Magnusson, ő is egy gyorslábú játékos, Christiansson is egy gyorslábú játékos, úgyhogy ezekre nagyon jól tud építeni a Magdeburg, hogy ha esetleg azokból nincs gól, akkor akár hetes lehet egészen simán az ő támadásaikból, vagy az ő támadásvezetéseikből, ahol pedig ott lesz majd egy stabil hetes lövő Kai Smith, aki belövöldözi a heteseket. És ugye ezt a magyar csapatoktól nagyon jól tudjuk, hogy az, hogy a heteseket belőjük, az mennyire fontos egy-egy kiérezett szituációban. Nem akarok egy másik sportágra elkanyarodni, de mégis kénytelen leszek, és ezúton gratulálunk a női kosárlabda válogatottnak az Európa-bajnoki elődöntőbe jutáshoz. Azt hiszem, hogy én mondhatom, hogy én koca kosárlabda néző sem nagyon vagyok, de ez alatt a 4 meccs alatt azért ott is megtanultuk, hogy a büntetőt azt azért illik bedobni, vagy be kellene dobni, és hát, hogy mondjam, szóval el lehet ilyen szívinfarktus közeli állapotban navigálni egy EB elődöntőig büntető dobás nélkül, de azért szerintem ez egy általános igazság minden ilyen labdásportágra, hogy a büntető az az, ahol ugye most már nagyon erős a ajándék. fizikai, igen, tehát annyira erős most már minden labdásportágban a fizikai komponense a játéknak, akár kézilabda, akár vízilabda, akár kosárlabda, mindig ott vannak a nyakadban, lihegnek, ütnek, vernek. Ha van lehetőséged dobni egy olyat, nem tudom, 4 méterről körülbelül a kosárlabdában, ahol tényleg Nincs senki messze előtted. nincsenek a közeledben, azt be kell dobni, és hát nyilván a 7 méteres a kézilabdában az pontosan ugyanez, és ahogy te is említetted, azért nem mindegy, hogy ezt bedobják, vagy nem dobják. Én szerintem fel tudunk mi olyan versenyeket idézni a nem annyira közelmúltból, amikor ez jól ment a magyar csapatoknak, és akkor az eredmény is jó volt, meg olyat is, amikor nagyon küzdöttünk vele, és nem is jött az eredmény. Úgyhogy ez egy fontos, fontos szempont. Azt nézegettem itt, bocsánat, közben
BL-nek a hivatalos honlapján, csak hogy a pontos számokat mondjam, ugye úgy, hogy megsérült szezon közben Magnusson dobott 61 gólt a Magdeburgban, Kyle Smith 98-at, ez így 159 gólt 18 meccsre, az egy olyan szolíd kis 8 és feles átlag, ha jól számolok gyorsan fejben, az azért elég kemény jobbátlövőben, nem tudom, hogy egyáltalán a közelében van-e bármelyik csapat jobbátlövő párosa jelenleg. Igen, és ugye ez csak Nem egy nagyon hiszem. pozíció, tehát És tehát igen, ugye és akkor még ugye, ha őket esetleg sikerül megfogni, akkor azért még mindig ott van Christiansen, még mindig ott van Damgård, akiről egy szót sem beszéltünk, pedig pedig azért ő is megérne egy misét. Azért Damgård. az, hogy Damgård ugye hát említetted Kyle Smith-nél, hogy létszám felettivé vált. Ha Kyle Smith lett a létszám feletti, akkor mit mondjunk Damgårdra? Tehát egyszerűen neki fölösleges volt néha átöltöznie is tulajdonképpen, mert annyira nem játszatta őt, Vigert, és ugye ezekkel a sérülés hullámokkal ő is előkerült. És élt a lehetőséggel, Na de itt mondhatjuk akkor felmerül így. a kérdés, mert ugye lehetne még folytatni a sort, és ugye Márko Bezgyák nevét azért még csak ilyen hevenyészetten ide dobom, de hogy mi lehet annak az oka, és erről szerintem sokan sok helyen fognak még majd értekezni a közeljövőben, hogy mi lehet annak az oka, hogy most már nem először látjuk, és szerintem amúgy személy szerint nekem az a lényeg, hogy ez az egyik legnagyobb sikerfaktor, és ez az a, nem tudok erre jó magyar szót, ez a difference maker, tehát ez a különbség a győztes és a nem győztes csapatok között, kifejezetten a Final Four-on belül, hogy ezek a csapatok tudnak, az egész keretet tudják használni, és valamiért ezekben a csapatokban azt látjuk, hogy még akkor is, hogyha egész évben jegelik ezeket a játékosokat, akár támadásban, akár teljesen, egyszer csak jönnek a Final Four meccsek, és hogyha úgy hozza a sors, és úgy hozza az őrület, meg úgy hozzák a sérülések, akkor Márko Bezziak beáll irányítani, és nem tudom, zsinórban 3 gólt dobott, 4-et. Úgy, hogy a Pali 10 éve nem irányít. Tehát felállt falat, videón látott szerintem 2017 óta, vagy 18 óta. A másik oldalról elég sokat látta. Igen, Nyilván. jó. De érted, mire gondolok? Tehát, Persze, hogy persze. ennek mi lehet a háttere? Ez szerintem a bizalom, tehát ez a feltétlen bizalom, hogy Vigert megbízott azokban, még akkor is, hogyha jegelte őket egész szezonban, de ehhez szerintem hatalmas bizalom szükséges, hogy nyilván kénytelen volt odaállítani Bezjákot, mert hogy nem volt, aki irányítson. Ha Bezják nincs, akkor nem irányít senki. De nem kezdett el fejvesztve, nem tudom, három átlövővel játszani, vagy Philipp Webert odarakni irányítani, hanem azt mondta, hogy figyelj, te vagy az irányító, akkor is, ha ilyet még nem csináltál, mit tudom én, 10 éve, ahogy említetted, akkor is. Te mész oda, és te irányítasz. Csináld meg. A másik, amit én itt még kiemelnék, ugye elég sok európai sportban szerintem próbáljuk az amerikai jelleget magunkra erőltetni. És ugye az amerikai sportokban vannak ezek a jellemzői az amerikai sportoknak, hogy ott mindig keresik a sztorikat, a nagy történeteket, az, hogy mivel lehet eladni egy-egy ilyen eseményt. Na most a Magdeburggal akármilyen amerikai sporteseményt is el tudtak volna adni ezzel a Magdeburggal. Nyilván kellett hozzá a forgatókönyv mellé, de kellett hozzá az is, hogy ezek a játékosok ezt a teljesítményt itt letegyék az asztalra Kölnben. Most ez egy kicsit eltértem a kérdéstől, csak ez így eszembe jutott így Bezjak sztoriából kiindulva. Bizalom és a csapat karaktere, akkor úgy tűnik, hogy ezek a kulcsfontosságúak, hogyha egy csapat már eljutott Kölnbe a Final Four-ba és nyerni akar. Nagyon reméljük, hogy
a nagyon közeli jövőben látni fogunk ilyet magyar csapattól is. 2023-24-ben ugye most már biztossá vált, hogy mind a Veszprém, mind a Szeged megpróbálhatja akár a Magdeburg trónját is megcélozni a Bajnokok Ligájában. Van még néhány perc rendelkezésre álló időnk. Bajnokok Ligája mezőnyök jövőre, férfiak, nők. Nem tudom, a férfiakról mennyire akarunk beszélni, talán itt a Kolstát, Zágráb és a Dinamo Bukarest háromszögét érdemes egy nagyon picit kivesézni. Meglepette, hogy a román csapat nem kapott helyet a jövő évi BL főtáblán. Mindenképpen azt elmondhatom mindenképpen, hogy meglepett. Tehát szerintem a Dinamónak helye volt a Bajnokok Ligájában. Az a szisztematikus építkezés, ami ott azért történik, az megsüvegelendő. Nyilván pénz kellett hozzá, tehát ez nem áltatom magam, ehhez szükség volt pénzre, de nem két kézzel és össze-vissza szórják a pénzt, hanem okosan építenek belőle csapatot. Emellett ugye tele van a csarnokuk, tehát ez fontos tényező szerintem. Még ugye Zágrábban láttuk, hogy nem nagyon telnek meg ott a mérkőzésekre a csarnok nem nagyon szeretne Hát megtelni. sőt, bocsánat, hogy közbevágok, kifejezetten lehangoló tud lenni, amikor esetleg még megpróbálkoznak azzal, hogy beviszik a nagyobb csarnokba a meccseket. Most már talán ezzel nem is próbálkoznak, mert egyszerűen rossz az optikája, hogy lézengnek. Igen, emellett pedig én rettentően ellene vagyok az ilyen felpumpált csapatoknak, és számomra az, hogy a Kolstad nulla történelemmel, nulla múlttal megjelenik, mint norvég bajnok, és akkor adunk nekik egy szabadkártyát, mert ott van a fél norvég válogatott. Ezt én nem tartom jó iránynak, és még akkor is, hogyha bár lehet, hogy ez ilyen romantikus hozzáállás, nagyon romantikus hozzáállás, de még egy Zágrábnak, aki BL győztes volt, illetve hatalmas múlttal rendelkezik, még mindig előbb adtam volna a szabadkártyát, mint egy pénzből felpumpált, és még semmit az asztalra le nem tett csapatnak. Érdekes kérdések ezek, és ugye, hogyha áttérünk a minket talán jobban érintő női mezőnyre, ugye említetted, hogy a norvég bajnok a férfiaknál mindenféle komolyabb történelmi háttér nélkül kapott ugyebár szabad kártyát, hát pont a norvégok voltak azok, akik egy kicsit nehezményezték azt, ami minket örülünk neki, Vincent, örülünk Vincent, három magyar női csapat lesz a BL-ben, a Győr helye ugye bajnokként azt hiszem, hogy itt a rendszerből adódóan ugye biztos volt. A Fradi szerintem nagyon meglepő lett volna egy BL ezüst után, hogyha nincs ott a főtáblán. Viszont ami valóban nagyon meglepővé is vált, az a Debrecen főtáblára jutása, legalábbis személy szerint engem meglepett, és hát azért érdekes nyilatkozatok láttak napvilágot, többek közt a Debrecen ügyvezetőjétől is, hiszen azt nyilatkozta, hogy azért ez egy olyan plusz terhelés, amiben nagy a rizikó. Ez nagyon hasonlít egyébként Éles Józsefnek a megnyilvánulására tavaly őszről, és ugye láttuk, hogy annak majdnem mi lett a vége. De egyébként nem szeretném ide kifuttatni, nem szeretném ennyire negatív képbe helyezni a Debrecennek a BL indulását. Az biztos, hogy ez egy olyan döntés volt az EHF-től, ami nagyon nagy indulatokat váltott ki, illetve szerintem tisztában voltak vele, hogy fog kiváltani. Viszont Az azt azért EHF-et ez nem mindenképpen el nagyon kell. szokta érdekelni, tehát nem akarom őket itt mélyen megkritizálni. Ők azért néha házhoz mennek a kritikáért. Na. Persze, tehát hogy nem is mondom, hogy érdekli őket, csak hogy ezzel valószínűleg tisztában voltak, hogy ez nem lesz egy olyan döntés, amit mindenki üdvözölni fog, mint ahogy egyik döntésük sem ilyen. Most várjál, kiestem a gondolatmenetemből.
Tehát azt mindenképpen látni kell, hogy ez a Debrecen, ez az Európa Ligában sem volt tényező tavaly. Úgyhogy ez még játékban sem védhető álláspont, mint hogy mondjuk a Kolstad védhető a férfi szinten, legalább a játékos kerettel, ez még annyira itt sem védhető. Úgyhogy a Storhamar nem véletlenül, a Storhamarnál nem véletlenül verik az asztalt szerintem. Teljes mértékben egyetértek, de azért hangozzon el egy ellenvélemény, vagy egy részben ellenvélemény is. Én pontosan ugyanezt gondolom a Debrecen helyzetéről. Pontosan ez volt az én első gondolatom is, hogy ez azért egy erős túlkalibrálás azok után, hogy ők az Európa Liga csoportkörből kiestek. Már a jelentkezésüket én úgy éreztem, hogy ez egy picit ilyen, hogy mondjam, ezt Miért ne? igen, meg nagyobbnak éreztem benne a színészi teljesítményt, én nem gondoltam, hogy ez komoly lesz. Aztán komoly lett, és továbbra is azt tartom, hogy igen, egy Európa Liga csoportkörből kieső csapatról beszélgetünk, meg azt hiszem, hogy talán 2 évvel ezelőtt volt az, hogy még be se jutottak a főtáblára, már azért igen, tehát volt ilyen is, nem olyan nagyon régen. De azért tegyük hozzá, hogy ez a két norvég csapat, amelyik most úgymond veri az asztalt, az se nagyon van sokkal előttük, tehát ez a Szóla, hogyha jól emlékszem, pont a Lokival volt egy csoportban, és ugyanannyi Igen. pontot szereztek, csak talán vagy az egymás elleni, vagy gólarány, vagy valahogy így tovább mentek, de nem egy szignifikánsan jobb csapat a Storhamart, meg hát láttuk a BL-ben, hogy azért produkáltak ilyen 30 nagyon sok, 20 nagyon kevés típusú meccseket ellenük a nagyok, úgyhogy érdemben nem hiszem, hogy a Loki ennél kevésbé lesz nagy ellenállás, vagy kevésbé fejt ki nagy ellenállást a nagy csapatok ellen. Mondjuk egy Mang például. Azt hiszem abban Tehát talán megegyezhetünk, hogy azért a Lokinak erősödnie kell még a játékos keretbe. Itt azért egy-két játékost mindenképp várunk, hogy még bejelentsenek. ez így van. És akkor ezzel azt hiszem, hogy el is értünk oda, hogy most hol vagyunk itt a szezon végén. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást. Nem kizárt, hogy jelentkezünk még a közeljövőben egy teljes szezon értékeléssel, illetve ugye most zajlik az U21-es férfi fiú világbajnokság, ahol a magyar csapat bizony igencsak jól szerepel, jelenleg is játszanak, szurkoljatok nekik, és kövessétek a Handball Expert mindenféle felületét, Facebookját, Instagramját és itt a podcastunkat. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és minden jót kívánunk nektek, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! Sziasztok!